Szerettel és szeretettel köszöntöm a Nexus TV nézőit, hallgatóit, és nagyon jó, hogy egymással párbeszédet folytatunk. A mai hát, kezdeményezésem az pontosan az lesz, hogy én ezt a párbeszédet intenzívebbé szeretném tenni. Mi történt? Az, az történt, hogy a mi hazák elnöke, Torockai László úgy gondolta, hogy ő neki mint egy Nemzeti Radikális párt vezetőjének, és, és ennek a párt elnökségének az segítséget nyújtana. Hogyha lenne egy olyan stratégiai tanácsadó, fő tanácsadó, így is mondta, szóval egy tanácsadó, aki stratégiai kérdésekben neki tanácsokat adna, és felkérte amit én természetesen örömmel vállaltam, sőt, büszke vagyok rá, és de nagyon komolyan vettem. Úgyhogy, úgyhogy ebbe ezt, ezt, akarom tulajdonképpen ma itt elmondani, hogy hogyan vettem én ezt komolyan. Hát nagyon komolyan kellett venni, mert, mert már teljes tempóval folyik a választási kampány. Természetesen mit szeretnék én. Én, mint mit mondjak, hát több évtizeden nemzeti radikális vagyok. Világos, hogy azt szeretném, hogy végre van egy ilyen párt, sőt a nemzetközi szinten játszik, Magyarországon is játszik volt, mert ugye képes arra, hogy eljátsa a konstruktív ellenzék szerepét, hogy az egész nemzet közös érdekeit, értékeit, szükségleteit képviselje. Tehát természetes, hogy én azt akarom, hogy ez ne egy kis párt legyen, hanem legyen legalább egy közepes párt. És ha közepes párt, és jól politizál, akkor váltó párt is lehet. Megvan benne az a, a tehetség, az a lehetőség, hogy egy váltó párt legyen. Tehát most nem akarok foglalkozni, hogy milyen kísérletek e, zajlottat itt le arra, hogy, hogy leváltsák a, a, jelenlegi országot irányító elitet, vagy korbányt, vagy, vagy e, 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 hát e, emberek társulását, nem tudom, minek nevezzem. Nyilvánvaló, hogy most csak annyit akarok ezt hozzáfőzni, hogy ha valaki kezdeményezi ilyet, és első rendezvényre több mint 50 ezer ember összegyűlik, hát ott persze nagy háttérerők vannak. Na és a keresi az ember a nagy háttér erőket, azok rendszerint hálózatok, sűrű hálózatok, amelyeknek vannak regionális csúcspontjai, de a regionális csúcsok is össze vannak kapcsolva vagy világcsúcsba. És ez az, amit én úgy nevezek, hogy államok feletti hatalom. Amit persze a mai napig nem lehet kimondani, mert, a, mert aki ez kimondja, lényegében elzárja magát attól, hogy, hogy hivatalosan el lehetsen ismerni, hogy ezért, meg azért a nézeteiért, vagy nézeteiben, ennek az embernek igaza van. Még akkor is, ha nincs öt doktorátusa, csak egy van. Akkor is. Mert, mert itt, mert itt azt kell nézni, hogy igaz vagy nem igaz. Na most, miután én megkaptam a mi hazánk elnökkének ezt a felkérését, és tulajdonképpen nagyon megtisztelő felkérését, ezért én úgy gondoltam, hogy legalábbis javaslatokat kell nekem már is tenni, mielőtt még kialakul annak a szervezeti formája, hogy hogy is működne egy ilyen stratégiai bizottság, hogy én milyen témákat javasolni kezd, kezdetre, De ez csak a kezdet, mert már is legalább kétszer ennyi téma a fejembe van, de hát nem lehet minden egyszerre kitenni az asztalra, mert, 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 mert nem lehet vele mit kezdeni, mert túl sok. Na nézzük meg, mégis, hogy én milyen témákat vettem elő elsőnek. Ezt akarom minden kedves hallgatóra elmondani, és akár hiszik, akár nem. Nagyon kérem, hogy legyenek nekem a segítőim. Legyenek azok, akikkel én eszmecserét tudok folytatni ezekről a témákról. Mert minél többen rakjuk össze a fejünket, annál inkább tudunk olyan javaslatokat letenni a mi hazánk elnökének és elnökségének, amelyek tényleg segítik őket ahhoz a célhoz, amit már elmondtam, hogyha lehet, ne csak középpárt, de egy váltópárt lehessenek. Na most nézzük meg, hogy én milyen kezdetnek milyen témákat javasoltam. Hát az első talán furcsa hangzik, mert két nevet kapcsoltam össze. Az egyik Joachim Hagopian, a másik Rogán Antal. És, a, és az első téma így szól, hogy Joachim Hagopiától Rogán Antalig. Majd természetesen elmondom, hogy miről van itt szó. A második téma az pedig az, hogy a globális jubileumi év Magyarország kezdeményezésére Jézusi értelemben a Lukács evangélium a negyedik 19 vers alapján, ahol Jézus egyértel mondja, amikor Kapernaumból visszatért Lázáredbe, hogy ő azért jött, hogy Isten évét megünnepeljék Isten éve, mi volt a jubileum év, fétszer, hét év után az 50. És mi volt a, Legfőbb jelentése, hogy az összes szegény, nyomorult embernek, akinek elveszett a háza, a, a, a munkaeszközei, a, a minden megélhetése, sőt, esetleg a szabadsága is, mert elment szolgárak mert, mert az adósság mindent vele, hogy az adósságot el kell em engedni, és mindent vissza kell adni. Tehát Jézus ezzel kezdte? Vagyis, vagyis egy olyan, eh, legalábbis igazságosabb társadalmi helyzetet létrehozni, mint amilyen volt. Erről is majd bővebben fogok szólni. A harmadik téma az pedig az, hogy 1995-ben a San Franciszki, San Prezidió Parkban volt egy rendkívüli világtanácskozás. Méghozzá a Gorbacsov villáva. Mert ott Gorbacsov azt hiszem 93-ban kapott egy amerikai tábornoktól egy luxus és ott-ott a világ találkozó. Na most ezért a harmadik téma arról szól, hogy a San Franciscodi prezidiótól a svájci Davoszi világkonferenciákt hoz, tehát Gorbacsovtól Kraus schwabig itt lényegében arról van szó, röviden, hogy a tanácskozás határozottban mondta ki, hogy körülbelül 2030-ra már csak az akkor dolgozó hát munkaerőnek csak a egy ötödére lesz szükség. Na, és akkor mi fog történni a négy ötöddel? Na, tehát ez a harmadik téma. A harmadik, vagy a negyedik téma az a világhálózatok uralmától a valódi szuverenitásig, a valódi konzervativizmusig és a valódi keresztény megújulásig. Az ötödik téma stratégiai javaslatra, erkölcsi megújulás a nemzeti radikalizmus segítségével. Ezt ki kell dolgozni. A hatodik téma lenne, hogy a mi hazánk viszonya a magyarországi skita reneszánszhoz, Vagyis a mi hazánk segítse ezt a skita hagyományt felemelítő mozgalmat, vagy közöbbös maradjon iránta. Én nekem persze van javaslatom, és, és az az, hogy segítse. A hetedik téma az pedig arról szól, hogy milyen magyar nemzeti stratégiát képviseljen a mi hazánk az Európai Uniós, a nato és az egyéb nemzetközi fórumokon. Hát ez a, hogy úgy mondjam, az első javaslat, ez csak egy javaslat, amit ráadásul még ki kell dolgozni. Én minden esetre mindegyikről egy pár szót szólok bővebben azért, hogy, hogy amikor én kapom a, hozzászólósokat, mégis egy picit ö, 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 többen, ö, több információt kapjanak azok, akiket ezek a témák érdekelnek. Tehát nézzük csak meg, hogy jó, jo akim hagopiától Antalék, ez mi csoda, mi fárterevez. Hát itt bizony egy olyan témáról van szó, amely legutóbb több mint százezer magyar az utcára. Erről a témáról van szó. Ugyanis Johan Hagopian, az Egyesült Államok Elit Akadémián, tehát West Pointon szerezte a diplomáját, és aktív katonitiszt volt, nem kis kisranggal, és a hadseregtől egy bizonyos ugye szerződési évek vannak, lejárt a szerződése, távozott, és akkor mester szerzett klinikai pszichológiából, és képesített terapeuteként ő a mentális gyógyítás területén dolgozott, nagyon sikeresen. És elsősorban olyan fiatalokat és kiskorjakat gyógyított, akik súlyos lelki és idegrendszeri sérüléseket szenvedtek. Los Angelesben pedig a legnagyobb gyermekvédelmi szolgálatot vezette, védelmezve a kiskorokat Amerika korrupt, gyermekjóléti rendszerében. Na most a pedofília legfelsőbb szintű eljedés, elterjedéséről ő több tudományos könyvet jelentett meg, ő, ő írta, amelyek bizonyítják, hogy a deep state, vagy én úgy szoktam mondani, hogy a háttérharadalom, most meg úgy mondom, hogy az államok feletti hatalom, vagy az államok feletti hatalomnak a nemzetközi hálózatai és azoknak a legfősebb szintjein egy befolyásos vezető csoport vállalva a sátánista rituálét és a szodiobiát gyakorolja és miután ő ott dolgozott, és ott védelmezte a fiatalokat, és több könyvet írt, dokumentálva ezt le is írja, és kimondja, hogy a világ legfelsőbb szintű vezetői pédofiliát gyakorolnak. Ez nem akármi, ez a téma, ez nagyon kényes téma. És ezt ő Bizonyítja, tehát hát most én ide nem raktam az asztalra azokat a ilyen vastag ö, hát ö, ö, írásokat, amelyek, amelyekben ez mind részletezve van. Én most csak itt é, utalok arra, hogy ő ezt nagyon fontosnak tartja, hogy, hogy erről legalábbis a társadalomnak egy nagyobb része tudjon, mint ahogy, ami, ami eddig van. Ugyanis felmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e egy harmadik világáború, ha ilyen Sátánista, pedofiliát üző, szuper gazdag eh, oligarchák, vagy ilyen csoportok döntenek egy világháború megindításáról, vagy, 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 vagy arról, hogy valamilyen módon a világ nagy. Eh, Hatalmai végre térjenek át a több polusú világrendre, és valamilyen módon találják meg a módusz vivendit. Tehát ez erről szól. Tehát itt ar arról van szó, hogy ez azt is jelenti, hogy egyes befolyásos csoportok egyenesen egy nagyobb háborút akarnak, elsősorban a globális éjszakon, Hát ez Európa, de Oroszországra is egy jelentős része, meg persze Anglia, és, és hát Kanada, meg az Egyesült Államok is. Mert, de elsősorban Európa, és az Európai Oroszország az uralik, hogy minél több európai és európai orosz pusztuljon el. És mivel itt van a fehér fajnak az otthona, a gyökere, ezért gyökerestől szüntessék meg a fehér létezését. Tehát, hogyha valaki elgondolja azt, hogy miről van szó, akkor már látja, hogy ez az egész Joachim Gopiától Rogán, miért Rogán Mert ugyanis Rogán Antalnak legalábbis az eddig nyilvánosságra került hát információk szerint nagy gond is köze volt ahhoz, hogy végül is sor került egy, egy olyan, tüntetésre, ami már évek óta nem volt szó, szóval, hogy több mint százezer tüntető megy ki azért, hogy tiltakozzon pontosan a pedofília ellen. És itt nem volt különbség baloldal, meg jobboldal, meg, meg Fidesz, meg, meg a többi. Itt a magyar társadalom szólalt meg. Tehát itt meg kell vizsgálni, hogy ebben milyen köze volt annak a Rogán akik akit hát ez a bizonyos magyar Péter, aki mégis egy, 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 egy hát hogy is mondjam, egy igazságügyminiszternek a férje volt. Nyíltan megvádolt. Ezek olyan kérdések, amelyeket így vagy úgy tisztázni kell. Tehát na most Hágópián az, az ő részéről, tehát amerikai részéről bizonyítja, hogy konkrét személyek, konkrét cselegeteteinek milyen dokumentációja van, hogy pedofilják meg sátánisták. Ez pedig azt jelenti, hogy a mi hazánknak a szomszédunkban folyó háborúhoz kapcsoló politikáját meghatározza az is, hogy figyelembe kell vennie, hogy a háború végső kimetel, kimeneteléről ilyen eh, ha, hatalmi, Hát, körök dönthetnek, és Magyarországnak és az egész magyar nemzetek, tehát a Kárpát-medencei Magyarságnak fel kell készülnie arra, hogy ilyen körülmények között is megmaradhasson. Hogy ezt a világválságot, amely itt van, a közelünkben, és ahelyett, hogy távolodna, ahogy az idő múlik, közeledik. És ehhez köze van az Európai Uniónak, tagja vagyunk, igen. Köze van a NATO-nak, tagja vagyunk, igen. És ugye, hogyha olyan terminológiát használunk, ami inkább a realitásokhoz igazodik, és nem a, hogy az elméletileg megközelíthető valósághoz, hanem csak a földhöz rakott, valósághoz rakaszkodik, akkor tudnia kell, hogy 2014. februárjában az Egyesült Államok legfelsőbb vezetésének az irányításával és 5 milliárd dollár befektetéssel lényegében néhány nap alatt a NATO elfoglalta egész Ukrajnát, és bevitte a nato -ba. Természetesen nem de jure, hanem de facto. De most azt is el kell dönteni, hogy most, most, mi de facto gondolkodunk, vagy de jure. Mert a de jure az a jogi felépítvény, de alatta van a makacs valóság, ami de facto. Hát ez lenne az első téma. A másik téma az a globális jubileumi év, amelyet Magyarország kezdeményezésére, Jézusi értelemben úgy kellene megcsinálni, hogy legyen egy globális jubileumi év. A világ egészen gondoljuk csak meg, itt egy trillió ezer milliárdot fog jelenteni, hogy ne legyen félreértés. A világ egésze 300 trillió amerikai dollárral tartozik. El van adósodva. Mindjárt fölmerül az első kérdés, de kinek tartozik? És akinek tartozik, az vissza fogja azt fizetni? És mikor fogja visszafizetni? És hogyan? Na most ez a cím azt jelenti, hogy egy globális pénzügyi reformra van szükség, mert bekövetkezett az egész világra kiterjedő gazdasági összemlás. Na most megyek tovább, mert hát szeretném. A, a hét témát azért végigintézni. Na most, hát nem részletezem, hogy az egész világ szinte van, ami áll, valamennyi állam és kormány és óriász cégek és egyének, mindenki el van adósodva. És a, a világnak egy döntő része, Hát várja, hogy a kollektív nyugat, ami hát ugye most már többször volt a róla szó, hogy mi a kollektív nyugat, hogy a kollektív nyugat és annak vezető hatalma az Egyesült Államok változtassa meg a világ pénzügyi rendszerét. Úgy, hogy a világ. Egészét folytogató adósság ne uralkodjék el többé az emberiség egésze felett. Természetesen nem csak a globális észak, de az adósság által folytogatott globális dél. Hát mi is ez? Pakisztán, India, Indonézia, Afrika. Dél-Amerika, szóval a globális dél se olyan kicsi. Hát még Vietnámnak is 100 millió lakosa van. Indonéziának meg 250 millió. Ez nem kicsi. És akkor Kínáról még nem szóltunk. És a világ legnépesebb országgal, ami most már nem Kína, hanem India. Ott már ott tartunk, hogy 1500 millió lakosa van. Kínának meg 1400 millió. Mert ott beleakadkoztak a, a, a népesedés természetes ö, ö, megvalósulásába. Szóval lényeg az, hogy ö, ezt a 300 trillió dollárt amit soha az, aki fölvett, soha visszafizetni nem fog. Ez tessék tisztességesen leírni, és nem szedni utána a kamatot és a mindenféle járatékokat. Hát itt csak megemlítem, hogy készül a világ egy jubileum évre. És az jövőre lesz, 225-ben. De ez a jubileum év eltér a Jézusi jubileum évtől. Mert még, még egyszer mondom, amikor Jézus Kápernámból visszatért Názeretbe, és 30 évesen bement a zsinagogába, és elővette E, e, a, biliát, és onnan az vonatkozó részeket felolvasta, és bejelentette, hogy az a megkezdi küldetését, és az az volt, hogy visszahozza Isten kedves évét, ami a jubilmép. De ebbe a jövő, jövő évi jubilálom ima év. Arról, hogy a világot szétrohasztó pénzrendszer Az változtatásra szorul, hogy valamilyen módon itt már tenni kell, arról ez a jubileumi év nem szól. Természetesen fontos, hogy imádkozzunk, fontos, hogy szeressük egymást, felessük, tiszteljük. Ez mind fontos. Na de, amikor a világot folytogatja egy 300 trilliós adósság, és annak a, az adósság viselési terei. Ugye kamatot kell visszeti, a főködvetelést kell törleszteni, és így tovább. Hát ezt nem szabad mellőzni, mert az előző jubileum évet, amit még második János Pál pápa irányelve után szerveztek meg, a bizony vezető szerepet játszott a, az, hogy a Jézusi, a Lukács Evangélium a 4. fejezet 19. vers szellemében kell e, a, a pénzügyeket és az adósságkérdést rendezni. Na most, hát muszáj valamit mondanom a pénzről. Mert az embereket nem nagyon, még Magyarországon is teljesen, teljesen így van, és én ide tettem egy pár erről szóló tanulmányt, tehát természetesen nem fogom. Ezt csak emlékeztetőnek ragom ki. Szóval itt arról van szó, hogy Péter ilyen, hogy banki tartalék ráta. Hát az micsoda? És hogy függ össze az adóssággal? Meg egyáltalán miféle pénzrendszer ez? ahol banki tartalék ráta van, olyan funkcióval, amilyen funkcióval van Magyarországon is. Na most, amikor száz évi küzdelem után a Rothschild Warburg Rockefeller fémjelezte Amerika átvette Amerikában ezek a pénzügyi hatalmasságok és hálózataik átvették a pénzrendszert, és létrehozták a Federal Reserve bankot. Hát mit is jelent ez? Szövetség, ami ugye Amerikában azt jelenti, hogy az összes tagállam, de a reserve, az mit jelent? Tartalék. Reserve bank, sőt, Federal Reserve System. Tehát van egy szövetségi tartalékrendszer. Ez micsoda? És végül is mivel foglalkozzák a világ központi bankjai, amely központi bankoknak a központi bankja. A Bázelban működő Bank of International Settlement, a nebzeti, Nemzetközi Fizetések Bankja, amely ellenőrzi, felügyeletet gyakorol a Magyar Nemzeti Bank felett, mint ahogy már van egy másik ilyen felügyeletet gyakorló bank is, az Európai Uniónak is van egy központi bankja. Persze a BISZ annak a fölöttese, mert a, a, a Nemzetközi Valótalép is a BISZ alá tart. A, a BISZ a, BIS a csúcs. Na most ennek mi a lényege? Ezt talán egy példával tudom a legjobban megmutatni, hogy micsoda parazita a magyar bankrendszer. Persze a magyar bankrendszer nem lehet más, mint az európai. Az európai pedig nem lehet más, mint a világbankrendszere, mert ez egy világhálózat. És itt nézzük csak meg. Most a banktigi tartalék ráta 10%. Nemrég, talán pár hetet döntöttek így. Volt már mindenféle, volt 5%, 2%, 20%, most 10%. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden bank, annyi pénzzel rendelkezik, amennyi, amennyinek az egy tizedét, hát felhasználható folyó pénzben, hogy így mondjam, elhelyezi a központi banknál, nálunk a nemzeti bank. És ha tudni akarjuk, hogy ez mit jelent például, hát ez például azt jelenti, hogyha 10 százalék, és valaki bemegy a bankba, és lakást akar venni, és kér 10 millió forint hitelt, akkor elég, hogy a banknak van egy millió. De ő 10 milliót ad, nyit neki egy számlát, és ráírja, hogy 10 millió. Azt a 10 milliót a levegőből állította elő, az neki nincs. De mégis, aki meg, akinek a számlájára írták, a, tud fizetni vele. Tud, tud, ki tudja fizetni a vevőt, a, a, a banki illetének, és stb., Mindet ki tud fizetni mintha ténylegesen lenne ott pénz. Miért? Mert a többi bank ezt a nem létező pénzt elfogadja. Na miért foglalja? Mert, mert amikor ő csinálja ugye akkor ez a bank is ezt elfogadja. És természetesen, ha így történik, akkor az az érdeke, a banknak, hogy minél nagyobb hiteleket adjunk ki. Mit jelent a minél nagyobb hitel? Hát bizony, néha nem is olyan kicsi kamatokat, sőt, nagy kamatokat. És miután, milyen pénz után szedi? Olyannal, amivel nem, amilyennel nem rendelkezett. Hát miféle ez a rendszer, erre fölépült egy bankrendszer, amely parazita, élősködő, és nem a munkája után kapja a pénzt, hanem azt, hogy az amerikai Federal Reserve rendszere van itt is. A csalásnak egy rendszere. Röviden szoktak korábban egy szót se szóltak arról, hogy banki tartalék ráta. Most már körülbelül öt mondat tanítják az egyetemeket. Nem többel, öt mondat erejék. Mert ez nem, nem téma, hogy a bankoknak is tulajdonképpen van teljesen alkotmányellenesen pénz, kibocsátási joga. És, és, milyen pénz ez? Ha én alkotmány ellenesen kibocsátok pénzt, akkor azonnal lecsuknak, mint, mint lényegében olyan rendszert, aki pénzhamisító. Mert, mert legyártottam pénzt, amihez nem volt jogom, pénzhamisítás, bűncselekmény. De ha a bank hamisítja a pénzt, és kölcsönöz ki nem létező pénzt, azért mert tudja, hogy a nem létező levegő pénzét a másik bankok kell fogják fogadni, mert ők ugyanezt csinálják vele szemben. Akkor miről van szó? Arról, hogy a bankrendszer egy csalásra van felépítve a mai Magyarországon is. Lehetne másra felépíteni? Nehezen. Mert a magyar, mai magyar bankrendszer az az európaihoz, hát ugye kifelügyel minket, a, a nemzetközi alap, a BISZ, a Bank of International Settlement, ugye Bázelból, de, de, de meg az Európai Unió, meg, meg egyáltalán Amerika, meg minden. Szóval a, 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 az bankrendszer úgy, ahogy nem érdemli meg azt a jövedelmet, amiből él, luxus módon él. Mert, mert neki nem szabadna így pénzt kibocsátani. Mert miért nem? Mert így joga hozzá. Alkotmány ellenes. És akkor az alkotmány azt nem kell betartani. Mindenkinek be kell tartani, csak a bankoknak nem kell betartani. Na azért nem, mert Amerikában is, Amerikából jött ez a rendszer. Most ezt csak akartam egy példának mondani, hogy egy jubileumi év alkalmához, alkalmával igen is, ehhez a velejéig Rossz. Más szavakat is nem volna. Rendszert végül is valamilyen módon meg kell változtatni, és összbankba kell hozni a magyar alkotmányal. Mert most nincs összbankban. Most a pénzhamisítás, az bűncselekmény. De ha a bank hamisít pénzt, sőt a bankrendszer egészen hamisít pénzt, az nem bűncselekmény. Hát vajon miért? Ez benne van az alkotmányban, hogy senki nem bocsáthat ki hamis pénzt, kivéve a bankok. Úgyhogy, úgyhogy itt ezzel is érdemes foglalkozni. Na most a harmadik téma az, hogy San Franciscoi prezítiótól a svájci Davoszi világkonferenciákig és Klaus Schwabig. Na már most 1995-ben volt ez a bizonyos világkonferencia, amit a Gorbacsov villában Gorbacsov hívott össze, bár úgy, akkor ő hát nyugdíjas volt, illetve hát csinált egy alapítványt és azt igazgatta. És itt a világ legfelsőbb vezetői közül mindenki ott volt, kivétel nélkül. Megnéztem a neveket, és láttam, hogy mindenki ott volt. Tehát nem a krém, hanem hogy mondani szoktam, krém de la crème vagyis a krémnek is a legfelső része. És itt elfogadtak egy határozatot, amely kimondja, hogy 2030-ra olyan helyzet áll elő a, a kibernetika, elektronika, informatika, nanotechnológia, a, 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 a mesterséges intelligencia és, és más Csodás tudományok, csodásak, mert, mert tényleg eh, 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 nagyszerű eh, eh, dolgokra is lehet őket használni. De ezek lehetővé teszik, hogy úgy autom, automatizálják a termelést, robotizálják, hogy a akkor 95-ben meglévő munkárőnek az egy ötöde dolgozzon. Kérdés ahhoz, kérdés az, hogy mit lehet kezdeni a, a munka nélkül maradt négy ötöddel. Nyilvánvaló, hogy csak úgy nem lehet megszabadulni tőlük, tehát olyan viszonyokat kell létrehozni, hogy ne is jöjjenek létre. Sőt, hogyha valami jó kis háború megtizedeli őket, az az kifejezetten hasznos. Ha meg ne találtan egy jó minőségi nagy háború van, meg van oldva a kérdés már csak a lakosság egyötöde lesz. Ezt most csak így mondta. Mert nyilvánvaló, hogy a háborúban érdekeltek, mert a háborúnál jobban nem pusztítja az emberiséget. Semmi nem, se az éjszak, semmi. A háború pusztítja a legjobban. Úgyhogy egy ilyen határozatnak az elfogadása, az egy nagyon súlyos dolog. Egy nagyon súlyos felelősséget jelent. Na most miért írtam oda, hogy a Davoszi világkom fel? Hát Davoszban bizony azt készítik elő, hogy hogyan csökkentsék a világ lakosságát. Ezt mindenféle oldalról megvizsgálták, sajnos jól megfizetett, nagyon okos emberek részvételével is. Kis pénz, kis okosság. Nagy pénz, nagy okosság. Ha van nagy pénz, akkor van ész is. Úgyhogy bizony, ha valaki Klaus Schwabnak, aki a, a, a Davosi, most már nem csak évente van a nagy tanácskozás, hanem egész évben van, mert iskola működik. És a világ vezetői persze a, a hát az a szuper pénzoligarchiák alatti vezetői, azoknek ott iskolát kell elvégezni. De még a Soros is, az, az ő pénzügyi birodalma utódjának azt a gyerekét nevezte ki, aki ott elvégezte az iskolákat. És levizsgázott. És számos, az Európai Önök számos vezetője ott tanult. Tehát, tehát, Klaus Schwab ott egy iskolát tart fenn, és a nagy nemzetközi tanácskozások azok, hát általában, hát télen szoktak lenni, és, és azon bizony néha nagyon nagy tekintélyek, mert nemrég, azt hiszem, kettő vagy három évvel ezelőtt, Xi ping tartott ott egy előadást. Hát, azért az nem akárki. Úgyhogy az, amit már elhatároztak San Franciscóban, a prezidiói Gorbacsov villába, azt most Davosban konkretizálják, és igenis, 2030-ra be akarják tartani a megtervezett idő. De továbbra is készítettek különböző időpontokhoz kötött programot, és keményen dolgoznak rajta, hogy ezt végrehajtsák. Tehát felesett tréfa az, ami Davosban van. És a, 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 a Davosziaknak az egyik legnagyobb támogatója a World Health Organization, tehát a világ egészségügyi szervezet, amelyet viszont kifinanszíroz, bizony Bill Gates. Bill Gates finanszíroz. És Bill Gatesnek honnan van pénze? Azért, mert őt ez a modom a csúcson lévőket. Rothschild Warburg fel Csúcs felfuttatta. Persze, amikor már 21 milliárd dollárja volt, mint, mint, más mint más milliárdosoknak is, akkor kutya kötelességük, hogy arra körülbelül a kétharmadát rakják bele egy alapítványba mert az alapítványal már a, a Rothschild Warburg Rockefeller hálózat rendelkezik, és nem fizet adót. Az már az ő pénze, azt át kell adni, mert abból finanszírozza a rejtett programjait, és sok ilyen rejtett program, az világszinten képült titkos szervezetekben van. Olyanokban, mint a CIA, a Secret Intelligence Service, amelynek a mintájára szinte minden országban létesült egy titkos hírszerző szervezet, anélkül már nem is lehet egy, egy államot működtetni, ha nincs neki titkos, hírszerű szervezetek. Miért van? Hát ezek mit csinálnak? Minden titokban van. Hát már, ne, már a nevükben is benne van, hogy titkos szervezetek, tehát amit csinálnak, annak titokban kell maradni. Na de hát akkor hol van a demokrácia? Hogy fél, -e, hogy fél ez össze, hogy minden államban világszinten kiépül egy olyan állami szervezet, állami pénzen, hogy annak a tevékenységét az, akik fizetik a lakosság, azt nem tudhatja meg. ha mert azért titkos szervezetek, hogy a, a, a lakosságát lássa be. Hogy ne akarja tudni. Kész. Szóval ezért, amikor Klaus Schwabról beszélünk, és az ő munkatársai által készített programokról, mert nem csak 2050-ig, 30-ig, 50-ig, vannak programok, hanem továbbra is, hosszabbjakra is, azoknak sajnos a pénzforrásokkal is foglalkozni kell, meg azzal is, hogy miért működhet a látható államrendszereken belül egy nem látható és a lakosság által nem megismerhető, világszinten létező titkos hálózatok szervezete, amelyek egyébként szinte csak, csak nem mindegyik kapcsolatban van egymással. Miért? Tehát fölül nem lehet, de az látható, alul ahol nem láthatót lehet. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos téma. Utána jönne egy, egy ideológiai téma, hogy a világhálózatok uralmától a, valid, a valódi szuverenitásig, a valódi konzervatimizmusig és a valódi keresztény megújulásig. Hát itt az a probléma, hogy kell rá törekedni, még ha nem is lehet elérni. Itt csak arról van szó, hogy törekedni kell rá. De megcsinálni nem lehet. De az sem mindegy, hogy hogyan, hogyan törekszünk rá, még ha nem is tudjuk elérni. Mert Magyarországnak azért nehéz a helyzete, mert kettős kalitkában van. Európai Unió, NATO. És innen néha kikiabálhat, mondjuk a miniszterelnöke, és mondhat jókat, de arra alig van esélye, hogy az meghallgatásra is találjon, pláne arra, hogy azt szerint cselekedjenek. Tehát a magyar nemzetnek a helyzete tényleg e, nagyon nehéz, mert mert nincs ira, nincs cselekvőképessége. És azon kell itt elmérkedni a mi hazánknak, hogy még így miként lehetne mégis megtalálni azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyek elősegítik, hogy mégiscsak több maradjon meg a magyar nemzet szuverénitásából. Több, mert azért most is van valami, mert azért nálunk csak megépült a kerésés. Azért csak megépült, meg, meg csak történt egy csomó olyan dolog, ami, amit csak mi csinálunk. Te, de, de hát nyilván ez csak egy szuverénitás pótrék, mert az igazi szuverénitás az, azt jelenteni, ha ki tudnánk lépni legalább a nato -ból. Mert Európa is csak úgy tudja visszanyerni a szuverénitását, ha a NATO távozik Európába. Amíg a NATO itt van, addig a NATO szuverén. Kész. Ha a NATO nem távozik Európából, Európa nem lehet szuverén. Akkor van egy, egy világszinte szuverénitás ezzel az államok feletti hatalommal, amelynek a természetéről most már egy pár szót elmondottam. Na, nézzük tovább, hogy mi van még. Egyértelmű, hogy egy ilyen helyzet rombolja a magyar nemzet egyik legjobb tulajdonságát, hogy mindig volt egy saját erkölcse, amelyhez az, az élete árán is ragaszkodott. Például mi a legyőzöttet sose gyilkoltuk meg. Soha. Legyőztük, de nem gyilkoltuk. Nem írtottuk ki. Kész. Vagy. Vagy hogyha más olyan dolog volt, hogy helyt kellett állni, mint a törökkel szemben például, helytálltunk. El is lényegében ennek köszönhetjük, hogy, hogy a kipusztult magyarság helyére más népek jöttek, és aztán megtörtént a trianoni tragédia, hogy, hogy elveszítettük, szülőhazáknak a jelentős része. De ilyen nehéz egy elkölcsi megújulást e, e, mégiscsak kezdeményezni, ezért én azt mondom, hogy a mi hazánk, mint egy nemzeti radikális párt, így dolgozzon ki egy olyan ideológiát, egy olyan eszmerendszert, amely mégiscsak segíteni a magyar erkölcsés, erkölcsiségnek legalább a részbeni megtartását, mert ez nagyon megkönnyíteni a társadalmi Együttélést és nemzetünk megmaradását. Na most ezzel függ össze, hogy mivel mi az Európai Unió részei vagyunk, hát tulajdonképpen egy, a, a nemzetnek fogom fel az egész Európát, akkor Európát érintő nemzeti szuverenitásra lenne szükség. Nagyobbra. Kitől? A nato -tól. Mert a NATO veszel mindent. Hát a NATO azt csinál, amit akar. Mert például most telehordta Németországot atombombával például. Például. Meg kényszeríti Európát, hogy az általa kezdeményezett háborút finanszírozza, sőt, gyártsák le a fegyvereket. Egy olyan, egy olyan Ukrajnának, amit 2014. februárjában de facto bevitt a NATO-ba. Hát de egy független állam, demokratikus természetesen. Szóval minden szép és jó ott van, csak semmit nem tud tenni a NATO és a NATO felett álló. Államok feletti hatalom nélkül. Annak a kegyeiből létezik, de mivel ott választás van. Választás. Hát ami megmaradt ott a demokráciából, ott, ott, ott is érdemes vagy kialakítani az amerikai választáshoz a mi hazánknak a viszonyát. Ez is egy nagyon érdekes téma. Én már most tudnék róla hosszabban beszélni, de ezt nem teszem, itt csak most azt akartam elmondani, hogy az, hogy nagyobb szuverenitás legyen, és, és, valahogy tényleg maradjon meg egy, egy, egy nagyobb, őszintébb keresztény közélet. És, és maradjonak meg azok a, azok a konzervatív értékek, amelyek itt évszázadok alatt kialakultak Európába, és amelyek Európává tették Európát. Hogyha én Európába, mint született európai utazók, akkor ne mindenütt, hát e, ilyen minarettet, meg dzsámit, meg ehhez hasonlótlásak, hanem, hanem azokat a gyönyörű katedrálisokat. katedrálisokat mint például a Kölni Dóm, amelyek hát az európai embernek a csúcs teljesítményei és gyönyörű városok vannak például Frankellandban, mert megúzták a háborút, és itt maradtak, és olyan meseszép városok. Franke, Bajorországhoz tartoznak, de Frank, Napóleon oda csapta Bajorországhoz, és ott, ott, is maradt. Tehát ezek Nürnberg környékén vannak, gyönyörűek. Aki nem jártott, ajánlom, hogy menjen oda. És végül a amit ki kellene dolgozni komoly szakértelemmel, hogy milyen magyar nemzeti stratégiát képviseljen a mi hazánk, az Európai Uniós és a NATO-s nemzetközi tanácskozások. Tehát tudjuk segíteni azokat, például ugye a, a mi hazánk elnökét, aki beválasztottak egy nagyon fontos funkcióba is, mert európai szinten is hiátszik a nemzeti radikális párt. És azonnal ö, ö, a mi hazánk elnöke komoly funkciót kapott. Na de hát lesznek nekünk ott felkészült képviselők is. Én úgy gondolom, hogy legalább kettő lesz. De az is lehet, hogy három. Mert, és ez záró gondolatként mondom, hogy a mi hazánk ma az, amelyik legtisztában képviseli azokat a magyar értékeket és értékeket, az egész magyar nem értékeit, amelyekért ő kész, itt a radikális azt jelenti, hogy megalkuvás nélkül, anélkül, hogy hagyná magát lefizetni, vagyis megalkovás nélkül radikálisan ö, ö, harcolna. És ez a párt most ilyen. És aki ilyet akar, mert már előbb mondtam, hogy a, a magyar helyzetet azt szettőrtönkre, hogy itt mindent idehozott a világot uraló pénzoligarchia. Itt van a pénzrendszere, itt van a gazdasági rendszere, minden itt van, aminek az a lényege, hogy alig van magyar vállalkozó, középvállalkozó, nagy magyar tulajdonú vállalat, szinte nincs is, és a magyar munkaerő által megtermelt érték zöme, így vagy úgy kivegy az országból, mert a nagy nemzetközi cégek megtalálják a módját, hogy a jövedelmük jelentős részét kivegyék, kivigyék, és, az, és abból a magyar népnek nem sok jó származik. Úgyhogy, kedves nézők és hallgatók, őszintén mondom, hogy ezek csak ilyen hát kezdeti lépések, kezdeti javaslatok, amelyeket én szeretnék kidolgozni. És olyan szintre emelni, hogy használható, a, a, a gyakorlati politizálásban is használható legyen. És hogyha valaki ebben tud, nekem segíteni. Akkor a Nexus tévén keresztül ezt tegye meg velem, vegye fel velem a kapcsolatot, és tegyük össze fejünket, és folytassunk termékeny eszmecserét. Remélem, hogy erre néhány kedves hallgatom esetében Sor kerül. Előre is köszönöm, ha segítenek munkámban. Köszönöm szépen.